Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió adását látják az új esztendőben immár másodszor, 2017. január 8-án vasárnap, Gyöngyvér napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Az új év sok mindenkit arra sarkal, hogy kicsit átgondolja az életét, az előtte álló évet igyekezzen valamivel tartalmasabban, tervezettebben, hasznosabban eltölteni. Országunk vezetői is így tesznek, elmondják gondolataikat, amiket kicsit hiszünk is, meg nem is. Mi most minden esetre csokorba szedtük néhány közéleti szereplő gondolatát, és szándékosan nem a pártpolitikai jellegű kinyilatkozásokra fókuszáltunk, hanem inkább azokra a mondatokra, amelyek esetleg szebbre, mélyebbre sikerültek. Reméljük, hogy nem csak magvasak ezen gondolatok, hanem kellőképpen őszinték is. Nos, ki döntsön saját belátása szerint. Áder János köztársasági elnök beszédét hagyományosan az új év első perceiben a közmédiában tekinthettük meg. Az államfő köszöntője elején Isten áldását kérte a magyarságra. Kívánom, hogy 2017 hozzon békét, nyugalmat, megértést és egymás iránti tiszteletet világunkban, mondta. Egyúttal azt is kívánta, hogy mindig legyen elég figyelmünk ahhoz, hogy felismerjük és megbecsüljük egymás teljesítményét, fogalmazott Áder János. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a világra szóló eredményeket elérő magyarok teljesítményét kell értékelni, hanem azokét is, akik a maguk helyén, a maguk módján és tehetsége szerint szebbé, jobbá, örömtelibbé formálják életünket. Orbán Viktor miniszterelnök egy decemberi interjúban a jövő kapcsán a távolabbi kilátásokról is beszélt. Azt kérdezték tőle, mi lesz az országgal mondjuk 10 év múlva. Rajtunk múlik, fogalmazott. Rajtunk magyarokon, senki máson. Azon, hogy mire tartjuk magunkat, hiszünk-e az országban, hiszünk-e a magyarságban, hiszünk-e a magyarság erejében. Örülünk-e egymás sikereinek, vagy inkább irigykedünk, egymás ellen áskálódunk. Ha hiszünk a magyar emberekben, egymásban, akkor szép jövő előtt állunk. A miniszterelnök úgy vélte, egy összetartó, erős nemzet kell, amely kiáll magáért, nem hagyja magát, nem hunyászkodik meg senki előtt, és végigmegy azon az úton, amin elindultunk. Megyeszékhelyünk Debrecen város. Polgármestere Pap László a Nagy Templomban a Kodály Filharmonikusok koncertje előtt mondta el újévi köszöntőjét január 1-én. Mint mondta, 2017 a tervek valóra váltásának ideje lesz. Több jelentős beruházás indul ebben az esztendőben, amelyeknek az a célja, hogy jobbá, könnyebbé tegyék mindannyiunk életét, még akkor is, ha ez a megvalósítás időszaka embert próbáló lesz. Minden eddiginél nagyobb egyetértésre van szükség, mint mondta. A dinamikusan fejlődő gazdaságra, Debrecen oktatási rendszerére és a kulturális értékekre építve megalkották az új Főnix tervet, amely a történeti tradíciók tiszteletben tartása mellett a gazdaság, a közlekedés, az oktatás és a kultúra területén is megváltoztatja Debrecent. Bodó Sándor térségünk a Sárrét országgyűlési képviselője is interjúra került, megkérdeztük tőle 2017 kilátásairól, elsősorban azokról, amelyek szűke pátriánkat, Kabát érintik ebben az új esztendőben. Az év eleje az nyilván a tervezgetésekről szól, Bodó Sándor országgyűlési képviselő úrral egy kicsit még azért vissza is tekintünk a 2016-os évre. Ha ezt hallja, hogy 2016, akkor milyen eredményekről, sikerekről tud beszámolni, vagy mi az, amire visszaemlékszik a választókerületet illetően? Hát ez egy szép kis összetett feladat ez, hiszen a választókeret települései ezért különbözőképpen élték meg ezt az évet. Nyilvánvalóan volt, akinek több sikerben volt része, volt, akinek kevesebb, de alapvetően a legfontosabb, hogy az önkormányzatok mindegyike kiegyensúlyozottan, harmonikusan gazdálkodott és úgy is fejlődött. A településen lakók életét alapvetően mégiscsak azt határozza meg, hogy milyen az állami önkormányzati szolgáltatás, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a választókerületben olyan rendkívüli esemény, amire rossz emlékkel vagy rossz helyzel kellene visszatekintenünk, nem volt. A települések vezetői önkormány, polgármesterek, önkormányzati képviselők
vezetőjük odafigyeltek a település lakóira, és hát a megadott jogszabályi keretek között én azt gondolom, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy mindenki élhető viszonyok között töltse a napjait. Én fontos dolognak tartom az elmúlt időszakra visszatekintve, hogy az önkormányzati rákészülés, felkészülés a következő időszak uniós pályázataira az teljes egészében megtörtént. A pályázatok be vannak adva, minden település fölmérve a lehetőségeit, illetve hát az adottságait, azokban a kategóriákban indult, ahol tényleg indokolt a fejlesztés. Nagyjából az aránytévesztés is, vagy az aránytévesztés sem történt, tehát nagyjából mindenki olyan mértékben pályázott, ami ezt tudja a saját forrásait biztosítani, ha szükséges, illetve hát a megvalósítás során is a realitás talaján marad. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak vélem, hiszen a következő hetekben, hónapokban most már valóban itt eredmények kell, hogy szülessenek, és azt követően pedig indulnak a fejlesztések. Fontos dolog volt az is, hogy az átalakuló jogszabályi viszonyok között a járási hivatalok működése, illetve az önkormányzati intézmények működése között kialakuljon egy megfelelő munkakapcsolat, ez is véleményem szerint megfelelő volt. Nagyon sok településen a közfoglalkoztatás az egy, még mindig azt gondolom, hogy új kihívás volt a települési önkormányzatok számára, és hát egészen meglepő és nagyon sikeres eredmények születtek. A meglepőt arra fogalmazom meg, hogy nem is igazán ebbe a kategóriába tartozó feladatokat is felvállaltak, mint például Kabán az a igazán emlékezetes szoborfaragás, de a teljességhez és a város egészéhez, az emberek személyéhez, bizony az is hozzá tartozik, hogy ne csak az a bizonyos napi kétkezi robot legyen, hanem egy kis önmegvalósítás is legyen ebben. Tehát ez egy üdes színfolt volt, de alapvetően mégiscsak azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatás területén egy csomó értékteremtő tevékenység jött létre szinte minden településen. Nagyon kicsit már országos viszonyokra tekintve, de nagyon nagy feladat volt a bevándorlással kapcsolatos migrációs kérdésnek a véleményezés, az ezzel kapcsolatos népszavazás. Nyilvánvalóan itt nagyon sok embernek az egyéni véleményét a népszavazás alkalmából ismerhettük meg. A települések mindegyike szinte százalékosan teljes egészében egy irányba mutató véleményt nyilvánított, az a 98%-os elutasítás, és hát az országos átlagot egy picivel talán meg is haladó részvétel, az mindenképpen azt jelentette, hogy itt bennünket is nyilvánvalóan foglalkoztat, hogy milyen lesz a magyar jövő. Hát sok mindenről lehetne még beszélni, talán ezek voltak ugye az első gondolatok, amelyek eszembe jutottak, hogyha visszatekintünk a 16-os évre. Ugye említette a megnyíló Európai Uniós forrásokat, ami az új pályázati ciklust érinti. 2017 az egy fontos dátum lesz ezt illetően. Mondjuk a kabai beruházások mennyire reálisak, ahogy említette, és mennyire lesznek fenntarthatóak, megvalósíthatóak? A kabaiakat mindig a megfontoltság jellemezte. Polgármester asszony, képviselőtestület tényleg mindig olyan feladatokat vállalt föl, ami mögött tartalom is volt, lakossági igény is volt, és megvalósíthatóság is volt, tehát ettől én egyáltalán nem tartok. A 17-es év az egyértelműen arról kell, hogy szóljon, hogy ezek az építkezések, fejlesztések megvalósuljanak. Nyilvánvalóan az Európai Uniós időrendet is szem előtt tartva, azt látnunk kell, hogy ha nem is azt mondom, hogy a 24. órában vagyunk, de bizony most van az ideje annak, hogy ezek az építkezések már megkezdődjenek, ezek a fejlesztések megvalósuljanak. Én a 17-es évben tulajdonképpen ezt látom az egyik legnagyobb feladatnak. De természetesen nem csak önkormányzatok vannak a településeken, hanem gazdálkodó szervezetek is, és hát azt is tapasztalom, hogy akár a vidékfejlesztési operatív program keretében, akár a gazdaságélénkítő program keretében azért jó néhány pályázat be van adva. Van, ahol már az első szűrés, az első eredmények megvannak, van, ahol nyilvánvalóan most zajlanak ezek az egyeztetések, hiánypótlás, stb. Tehát nem csak önkormányzati fejlesztésekre készülünk, hanem a gazdaság szereplői is a következő időszakban tudnak fejleszteni. Nagyon sok olyan jellegű, főleg élelmiszer, mezőgazdasági tevékenységhez köthető pályázatokat láttam itt a térségből beadva. Ezek egyértelműen arról kell, hogy szóljanak, hogy a saját helyi adottságainkhoz igazodva tudjunk előre haladni. Itt az élelmiszer előállítása, mezőgazdasági termékek még hatékonyabb előállítása mind-mind olyan helyi sajátosság, amitől nem is kell és nem is szabad eltekintenünk. Tehát én ezen a területen várom a legjelentősebb eredményeket a gazdálkodói viszonyok között.
Nagyon fontosak az infrastruktúrális fejlesztések. Nem is olyan régen közölte a Facebook oldalán, hogy görvendetes hír ott a Földesre vezető út, amin kabaiak is sokat járnak. Egy 2 kilométeres szakasz újult meg, de hát ennél komolyabb eredmények is és komolyabb építkezések is zajlanak a megyében és a választókerületben, nem beszélve a vasútfejlesztési tervekről, amelyek majd Kabát is érintik. Így van, a vasútfejlesztés az a következő tavasz nyár előnek lesz az első nagy megmozdulása. Most Püspökladányi készen van a rendszer, míg a biztosító berendezések korszerűsítés, átépítése zajlik, tehát aki még 160-nal szeretne utazni, annak még picit várni kell, de egyébként a munka zöme, a fizikai része az készen van. A következő nagy lépés valóban Püspökladánytól Debrecenig való viszonylatnak a fejlesztése lesz, és hát Kaba város természetesen, tehát a vasútállomás is része ennek a projektnek. Aki egyébként, és hát önök Kaba érzik, nyilvánvalóan tudják, aki utazott már, bizony látja, hogy van már ott mit felújítani, tehát teljesen jogos ez az ötlet és ez a munka. Nagyon fontos az is egyébként, hogy a biztonságos közlekedés mellett azért az utazás szervezés is olyan legyen a következő években, hogy jelentő maradjon azért az a közlekedési viszonylag. Nemzetesen arra gondolok, hogy Kamáron nagyon sokan járnak be Debrecenbe, és hát ez az építkezés bizony okoz majd apró kellemetlenségeket, finoman szólva. Látni kell, hogy valamiért elv működik csak, tehát ezt a néhány hónapot, talán év is lesz, 1-2 év, míg az egész pályaszakasz elkészül. Ezeket egy türelemmel kell viselnünk, annak érdekében, hogy utána majd megfelelő körülmények között tudjunk utazni. Már csak azért is, mert az a ominózus 4-esnél található vasúti csomópont, épp a minap a rendőrparancsnokkal készítettünk interjút, elmondta, hogy az idei esztendőben sok balesetnek volt a helyszíne, és nagyon sokat kell várni ugye a sorompónál. Így van, és ott egy színbeli kereszteződés lesz. Ha belegondolok, tulajdonképpen Kaba város lakói, ha el akarnak jutni Debrecenbe, vagy Püspökladányba is, hát talán ezt az utat szokták leginkább használni. Tehát annak az átjárónak a biztonságos kialakítása, működtetése, az építkezés alatt az egyébként ez egy óriási feladat lesz. Óriási feladat lesz, hiszen a város lakói is, tetétlen felül is csak és kizárólag tudomásom szerint ott lehet igazából eljönni. Persze lehet Hajdúszavár felé is, de azért az egy hosszabb kerülő viszonylag. Tehát ez egy óriási meló lesz, erre gondolnunk kell. A másik, amiről szó volt, illetve a kérdésben elhangzott, az egy kisebb horderejű fejlesztés volt Földes és a Keleti viszonylatában, de mi minden fejlesztésnek tudunk örülni. A magyar közútnak most évvégén ennyi volt a szabad forrása, és a térségben ezt a viszonylatot ítélte meg a legrosszabbnak, ám legyen. Itt egyébként egy óriási tempó volt, hogy nagyjából egy hét alatt meg kellett születni a döntésnek, és hát a kivitelezésnek is. Örülünk neki, és azt kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen kimaradt pénze a cégnek, és akkor nyilvánvalóan tudjuk is fogadni. A másik inkább nagy horderejű, de már kell róla beszélnünk, az M4-esnek a végleges nyomvonala. Érinti a kabaiakat, sőt egészen kedvezően alakul Kaba felé kanyarodva ez az útszakasz. Nyilván itt mindenki azt kérdezi, és mikor fog épülni. Hát nagyon szívesen megmondanám, de ezt én sem tudom. Azt viszont tudom, hogyha ezt az előkészítő munkálatokat nem végezzük el precízen, pontosan mindent leegyeztetve, akkor annyival pontosan később. Tehát amikor az országhatárnál megépül az M35-ösnek, a tulajdonképpen az a csomópont, illetve az országhatártól már befele a nagykerek irányába, akkor azért ott lehet látni, aki figyelmesen követte a térképet, illetve a híradásokat, hogy a 4-esnek is megépül az a leágazás ott néhány kilométer hosszan, és hát az nyilvánvalóan a végpontja lesz majd annak az útszakasznak, ami majd itt Kabaföldes irányában el fog oda jutni. Van egy darabban maradt fejlesztés itt Törökszent Miklós kisújszállás vonatkozásában az M4-esnél. Itt nyilvánvalóan tudjuk az okokat, az aszfalt per tulajdonképpen egészen Brüsszelig is eljutott. Tehát van itt darabban még egy nagy horderejű fejlesztés. A következő időszakra is erre is ígéret van, hogy folytatódni fog. Ez már nyilvánvalóan megint közelebb hoz bennünket a megvalósuláshoz, vagyis ahhoz, hogy Püspökladánytól az országhatárig, illetve Nagykerekig majd ez a szakasz is megépülhessen. Ami nagyon fontos, és ilyen szempontból tényleg azt gondolom, hogy a települések lakói abszolút önkormányzatai abszolút pozitívan álltak hozzá, hogy én nem láttak itt most olyan jellegű szervezett
hát ellenállás, nem is tudom mi a jó szó, amit korábban tapasztaltak mondjuk az építetők derecske viszonylatában, amikor is egyáltalán a kisajátítások megindítása is nagyon-nagyon nehézkes volt. Itt most szerencsére azt tapasztalom, hogy mindenki nyilván a saját érdekeit képviselve, de egy progresszív előre haladó tárgyalási konstrukcióban szerepel, akár Püspökladány vonatkozásában, és hát remélem így lesz ez a többi településnél is. Nyilván mindenkinek fontos a saját pénze, a saját vagyona, a saját földje, tehát nem is azt kívánja senkitől, hogy mondjon le róla, de azt, hogy egy kompromisszum együttműködő legyen, az alternatívák közül tudjon választani, vagyis hogy eladásra kínálja, csereterületet kíván, megosztott földterületekben gondolkodik, tehát ezeket nyilvánvalóan az érintettek nagyon jól értik és tudják, tehát hogy ebben egy konstruktív és előrehaladó legyen az álláspont. Ezek mind-mind előrébb visznek bennünket, és pontosan ennyivel leszünk hamarabb a kivitelezéshez, amennyit most ebben a időszakban, ebben a munkában meg tudunk spórolni. Ugye nagyon kedvezőek a gazdasági mutatók, szinte minden héten napvilágra kerül vagy egy negyedéves, vagy egy éves statisztika, ami jobb, mint az előző évi, és ennek fényében egyre több cég munkahely létesül a keleti régióban is. Debrecen szinte havonta jelent be egy-egy új beruházást, ebből nyilván a mi térségünk is kamatozhat, illetve hát részesülhet. Kabáról is sokan járnak be Debrecenbe, de mikor lesz az, amikor mondjuk már a mi térségünkbe, Kabához közelebb is létesülhetnek ilyen munkahelyek. Lát-e erre reális esélyt? Nyilvánvalóan ez egy ilyen állandó kihívás tulajdonképpen, és ez az, amit a legnehezebb akár közéleti szereplőként is megközelíteni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gazdaság szereplői, a cégek, vállalkozások olyan viszonyok között tudjanak gazdálkodni, hogy legyen lehetőségük a fejlesztésre. Ezek az uniós támogatások, meg részben hazai támogatások is nyilván ehhez is kellenek. A másik a modernizáció, amivel valamikor a ipari forradalom környékén ugye már találkoztunk, hogy ezek a korszerűsítések egyébként nagyon sok alkalommal oda vezetnek vissza, hogy jócskán kevesebb munkaerőre van szükség. Tehát ez mindig egy ilyen kihívás, egy ilyen oda-vissza kapcsolat, hogy korszerűsítek, de elképzelhető, hogy ezáltal az következik be, hogy kevesebb dolgozóra van szükség. Tehát ez nyilván nem segíti elő a foglalkoztatást. Egyébként, ami a térségre és egész Hajdú-Bihar megyére vonatkozik, az egyértelműen látszik, hogy amit néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk volna, hogy munkaerőhiány van, most ez megvalósult. Nyilván ennek több oka van. Egyrészt ezek a fejlesztések, ami már a megyeszékhely viszonylatában jól láthatóak, és hát be kell vallani azt is, hogy a közfoglalkoztatás is ilyen szempontból a versenyképes munkaerőt valamilyen szinten egy kicsit lefele húzza. Nagyon sokan azt gondolják, hogy elégséges ez, pillanatnyilag elégséges. Van, aki azt mondja, hogy hosszabb távon is elégséges, és nem is igazán van motiváció arra, hogy mondjuk a versenyszférában megmérettesse magát. Tudjuk, hogy a közfoglalkoztatás sem egy egyszerű dolog, de valamilyen szinten azt azért őszintén el kell mondanunk, hogy az a teljesítmény, amit azért olykor-olykor bizony látunk, és ne hunjuk be a szemünket, az a versenyszférában nagyon-nagyon kevés lenne. Tehát itt valamiféle harmóniát azért ki kell alakítani, hogy mondjuk egy közfoglalkoztatás ne legyen egy évekre szóló életcél esetleg, mert hát ez nem arra van kitalálva. Nyilván egy átmeneti segítség kell, hogy legyen, de azért alapvetően, akik ott dolgoznak, lehetőleg minél többen, azok jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Több vállalkozó volt benne egyébként Kabáról is, akik azt mondják, hogy időszakos munkára már nem tudnak munkaerőt találni, vagy csak nagyon nehezen tudnak. Ez nyilván ezekből a feszültségekből is adódik, amit a munkaerőpiacon megjelenik. Az, hogy a mi viszonyunkban hogyan és miképpen lehetne valami óriás, mert mindig azt mondják nekem, hogy települjön ide valami óriás cég. Hát az rendben van, csak ezt végig kell mindig gondolnunk, hogy egyrészt megfelelőek hozzá az infrastruktúrális feltételek, amit még lehet is alakítani, de a másik nagy kérdés, hogy vajon hogy állunk munkaerővel és szakképzett munkaerővel. Ha most mondjuk Kabán végigmennénk az utcán, és azt mondanánk, hogy keressünk 5 villanyszerelőt, én nem tudom találni, már úgy értem szabad kapacitást, én nem tudom találnánk-e. 10-50-et valószínűleg biztosan nem találnak. És hát más szakmákra is lehetne ezt mondani. Tehát kicsit modernebb lett ez a világ. Az emberek viszonylag könnyebben beülnek a kocsiba, vagy utaznak, vagy akár fiatalok el is költöznek, más településeken próbálnak szerencsét, aztán hazajönnek. De hát valamikor a szabadságvágyunk az erről szól. Tehát ez az örökös-örökös kötés, az bizony már nagyon-nagyon régen volt, és azt kívánom, hogy ne is legyen. Tehát mindenkinek legyenek ambíciói,
azt szeretné, hogy próbálhassa ki magát esetleg idegen nyelvterületen, miért fogjuk vissza? Hát ez is a szabadság része. Természetesen fontos, hogy az alapértékek megvanadjanak, tehát a magyarság, tudod, a hazához való ragaszkodás, az kell, hogy legyen, de attól nem szegényebb lesz Magyarország, hogy mondjuk a fiatal állampolgárai képzettebbek lesznek, nyelveket tanulnak, kipróbálják magukat egy idegen kultúrában, egy idegen gazdasági környezetben. És aztán hazajönnek. És aztán hazajönnek, így van. Tehát ezzel nem szegényebbek leszünk, hanem gazdagabbak. Valamikor, most tényleg nem akarom ezt a beszélgetést nagyon politikai irányba vinni, de valamikor ugye ez ilyen eretnek gondolatnak tűnt, sőt a kormány fejére olvassák, hogy miért mennek el. Hát mert van lehetőségünk, amikor az Európa Unió tagjai lettünk, és csatlakoztunk tulajdonképpen ehhez a közösséghez, akkor ez is része volt. Hozzánk is jöhetnek, tőlünk is mennek. De hát végig is így vagyunk egy egész közösség. Az, hogy egy kicsit ez most gyors szülőknek, nagyszülőknek ez a tempó talán, hogy egyik hétről a másikra ilyen változások történnek a családok életében, én ezt elfogadom. Magam is tulajdonképpen néha rácsodálkozok, hogy úristen, ő is elment, ő meg már visszajött, mit tudom én, esetleg egy nem is magyar nemzetiségű pár talált magának. Hát ilyenek vannak a mai világban, de ezt nem valamiféle eretnek gondolatnak kell megélni, hanem tényleg ennek a európai szabad közösségnek, amiben élünk. A magyar értékek megtartása nyilvánvalóan olyan szempontból is fontos, hogy ezekkel a lehetőségeinkkel tisztában legyünk, és ami a kérdésből is következett, hogy azért a hazához való ragaszkodás az megmaradjon. A mai gazdasági viszonyok között hajlamosak vagyunk csak a pénzt, csak a forintot számolni. Egyébként ami fontos dolog, én nem is vitatom ezt, tehát kell ahhoz, hogy a hétköznapjainkat tudjuk szervezni, de az is kell, hogy az ember személyisége ki tudjon teljesedni, hogy meg tudja magát valósítani. Akár itthon, akár egy idegen közösségben. Az önkormányzatoknak ilyen téren túlságosan nagy mozgásterük nincs. Tehát nyilvánvalóan egy önkormányzati cég, de akár egy magyar vállalkozás is anyagilag nem igen tud versenyképes ajánlatot tenni. Az nagyon fontos, hogy a képzés az olyan legyen, hogy ezek a fiatalok tényleg helyt tudjanak állni, akár ebben a viszonylatban, akár a másikban. A képzésre visszatérve egyébként hajlamosak vagyunk ezt ilyen, hogy is mondjam, ilyen sokadig, meg olykor ilyen tévéhíradóban ilyen bedobott nagy hírnek bekonferálni, hogy hát a képzés azzal ez a baj, meg ezzel az a baj. Na most ez egy olyan feladat, amit nem lehet ilyen gyors meccésekkel korrigálni. Tehát ezt egy kitartó, hosszú, folyamatos munkaként lehet értelmezni. Ha ebben a dologban most elhatározunk valamit, annak az első eredményei 3-4 év múlva jelentkeznek. Hamarabb nem. Tehát amikor arról beszélünk, hogy miért nem alakítjuk át a szakképzést, most nyomban, oké, tegyük meg, meg is kell tenni, én elfogadom. Menjünk el azok felé, a szakmák felé, amire tényleg piac igény van. De ezek a gyerekek lehet, hogy csak 4 év múlva fognak először megjelenni a munkaerőpiacon. És ebben a felgyorsult tempóban egyébként, amilyen gyakran jönnek ezek a kihívások, hát nem könnyű olyan döntéseket hozni, finoman fogalmazva, hogy ez helytálló legyen mondjuk 4 év múlva is. Hát lennék még miről beszélgetni, de szerintem... Sikeres lesz a 2017. De szerintem ez nem lehet kérdés, hiszen a magyar történelemben azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal nehezebb időszakokat is átéltünk már, és most, ahogy a számokból is elhangzott a gazdaság teljesítő képességéből, tényleg van okunk bizakodni, miért ne tennénk. A decemberi ünnepi programáradatban nem sikerült minden kabai eseményről, rendezvényről készült beszámolónkat közvetlenül adásba szerkesztenünk. Nos, a következő még novemberben készült interjúnkat szándékosan tartogattuk az új esztendőre, hiszen településünkről, Kabáról és a kabai értékekről mondott sommás véleményt egy máshonnan érkező szakértő, egy méltán ismert és elismert néprajzkutató. Vajda Mária a etnográfus, a Gonda Ferenc városi könyvtár vendége volt még az óesztendőben, a november 16-án megtartott fórumán a kabai értékekről tartott tartalmas, számunkra is tanulságos előadást. Ahogy ő fogalmazott, kabai értékek a néprajzos szemével. A fórum után beszélgettünk vele.
kabai értékekről beszélgettünk itt ebben az elmúlt bő másfél órában, és azt gondolom, hogy számunkra is igazán sok érdekes dolgot sikerült felmutatnia. Ahogy tetszett fogalmazni, egy külső szemlélő jobban rálát azokra az értékekre, amit talán mi itt Kabán nem is tartunk olyan fontosnak. Valóban sok érték van Kabán? Én azt a címet adtam az előadásomnak, nem is tudom, mire kértek fel, kabai értékekre, de hogy a kreatív kisváros az értékek városa. De hogyha ilyen címkékben, szlogenekben gondolkodnánk, akkor annyi minden mást adhatnánk még ennek a településnek, a túlélő város, a lehetőségek városa, mellette a szobrok városa, az ötletek városa. Én Kabában azt szeretem és tisztelem, és példaként állítom más települések elő is, hogy ahogy a történelem során hányszor kellett talpra állnia, újra kezdenie, mindig megtalálták a módját, a szejdidúlástól kezdve, a rácok betöréséig. Ha itt nem volt élettér, akkor elmentek Békésbe, mert ott az csak a farkasok laka volt, tehát ott Szent Andráson lehetett új életet kezdeni. De ugyanúgy a háború után is, és mindig. És hogy mennyire kreatív emberek voltak, és mennyi írástudó ember volt itt. Tehát az, hogy a kultúrára mindig áldoztak. Ez természetes volt mondjuk a gazdálkodó családoknál is, már pedig itt a jó hajdúsági fekete földön azért jó gazdaságok is működtek, hogy az egyik gyereket elküldték a debreceni református kollégiumba tanulni. Lehet, hogy az a legkisebb volt, a leggyengébb, de utána sokszor azok visszajöttek és a gazdálkodásba új szint hoztak. Ez egy nagyon fontos dolog volt, tehát ezért is örülök, hogy ugye itt Kabán a tudományra oly nagy gondot folytanak, hogy még a kövekbe is adják, őre írva is adják a gyerekeknek a szentenciát. Aztán itt van az a lehetőség, hogy mennyi híres ember élt ezen a földön. És ami nagyon jó, és ezért nagyon dicsérem a kabaiakat, hogy az intézmények neveit ezeknek az embereknek a munkásságátnak adózik tulajdonképpen. Tehát említhetném Sári Gusztávot, Dede Kálmánt és a többieket, Mácsai, és ezek óriási lehetőséget is hordoznak magukban. Mert például az, hogy Mácsai Sándornak a tevékenysége Kaba után a debreceni református kollégiumhoz, a kántushoz kötődik. Itt van ez a csodálatos műemlék jellegű templom. Milyen gyönyörű hangversenyeket lehetne adni. Lehetne zenei, egyházi zenei találkozóknak a színtere. De még mondjuk a névrokonságot is kihasználnám Mácsai Sándor színművész úrral, lehet, hogy nincs semmi kapcsolata, de azt mondanám neki, hogy volt itt egy ilyen nevű ember, lehet, hogy névrokona, jöjjön már el hozzánk, és lehet, hogy grátisba adna a kabaja embereknek műsorokat is. Amit nagyon sajnál, állok, hogy Kabától elvették egy kicsit az életteret. Máig nem tudom, én történelmi földrajz néprajzos voltam, és ugye földrajzból, a gazdaságföldrajzból az ember megtanulta, hogy a helyben feldolgozott értékeknek hozzáadott érték jellege van. És itt van, én emlékszem rá egyetemista koromban, hogyha elmentem a vonattal Pestre, akkor itt mindenütt nagy depókban ott állt a cukorrépa. A cukor. Azt tudjuk, hogy a cukor az mindig értéket jelentett, és hogy a napóleoni kontinentális zárlat után jött fel igazán a cukorrépa cukor, mert addig mézzel meg a nátszukorral ízesítettek. Na most egy ilyen csodálatos, legkorszerűbb, legnagyobb termelési kapacitású gyárat megszüntetni, ez egy óriási bűn. Na de ne rosszal fejezzük be a dolgot, azt viszont elmondanám, hogy a szegénység ellenére, mert hogy ezt megviselte a kabai embereket. Mindig kreatívak, mert olyan jó érzés, amikor bejön az ember a város határába. A só nincs ott, de a kenyeres asszony ott van, mint ahogy a régi kedves vendéget fogadták régen kenyérrel és sóval. És micsoda ötlet ez, hogy a főutcán nem rideg táblák igazítanak el, hanem azok a tipikus alakok és fatáblába vésve az utcanevek is, és ami valami fantasztikus, hogy
a munka, én mindig néprajzosként azt szoktam hangsúlyozni, hogy azt a világot szeretem és szerettem, amikor a munkának értékmérő és értékteremtő hatalma volt. És itt nagyszerűen kitalálták azt, hogy azok a lenézetnek tartott, pedig hát mondjuk a 30-as években is volt gazdasági válság, amikor a tanítók meg a diplomás emberek meg akadémikusok seperték a havat és egyebek, de hogy azoknak az embereknek, kétkezi munkás embereknek adják vissza a munkabecsületét, és ezáltal a fiataloknak is példát statuálnak, hogy asztalosokkal ilyen csodálatos alkotásokat hoznak létre, mondván az, hogy a munkának becsülete van, és a művészet katarzis ereje, az minden bajon átsegít bennünket. Az adventi időszak legvégén, két nappal szenteste előtt tartottak fiatal énekesek karácsonyi koncertet a Mátyai Sándor Művelődési Ház színház termében. A december 22-i adventi koncertből egy-két részletet már láthattak évvégi műsorainkban. Most több olyan dalt áll módunkban közreadni, amelyekben a fellépő néhány fiatal, köztük a kabai Borbé József megcsillanthatja azt a bizonyos tehetségfaktort, s ugyanakkor, bár már vízkereszt után vagyunk, mégis visszacsenhetjük az ünnepi hangulatot a dolgos hétköznapokba. A koncert címe ráadásul akár újévi üzenet is lehet 2017-re, szeretet legyen a szívekben. Közreműködik Kis Alexandra, Gányi István, Horváth Zoltán és Borbé József. Minden ünnep legszebb fénye, szép karácsony eljött végre, ilyenkor szebb lesz a világ, minden ember mosolyt vár, a vastájon a messzeségben, számcsengő szorú esésben, az ablakon egy jégvirág, húcut szemmel kacsint rá, mire vár. Kint hófehér mátály, bent kandalló éltet, fenyő illat a szál, színes gömbbel és tisztel, béke és csend honol, lelkedben érzed, tárt ki szíved jól, át kell, hogy érezd. Minden ünnep legszebb fénye, szép karácsony eljött végre, ilyenkor szebb lesz a világ, minden ember mosolyt vár. Vastájon a messzeségben, számcsengő szóló esésben, az ablakon egy jégvirág, kicsit szemmel gacsint rá, mire vársz? Ilyenkor szebb lesz a világ, minden ember mosolyt vár. Alastáljon a messzeségben, szemcsengő szóló esésben, az ablakon egy jégvirág, kicsit szemmel kacsint rá, mire vár. Mire vár. Mire vársz? Mire vársz? Minden ünnep legszebb fénye, szép karácsony eljött végre, ilyenkor szebb lesz a világ,
minden ember mosolyt vár. Alastál jön a messzeségben, számcsengő szóró esésben, az ablakon egy jégi rá, húci szemmel kacsint rá, mire válsz? Karácsonyi hajnalán, a város utcáján készül a nép, szél fújja a lyukat szét. Csomaggal kezükben, meleggel szívükben rám néznek és tovább sietnek. Karácsony estéjén a szeretet ünnepén égen a láng, osztozzunk melegét. Adj helyet a tűz körül, ne legyek most egyedül, hadd énekeljem veletek ezt a dalt. Akkor örökké boldog leszel. Adj helyet a tűz körül, ne legyek most egyedül, hadd énekeljem veletek ezt a dalt. Ünnepeljük át az éjszakát.
Nem lehet van egyedül senki, az angyalok vigyáznak rám. A szeretet itt van, és bekopogtat majd, neked is a szíved ajtaján. Itt vagyok én is, átölellek, ha elfogadod, engedj közel. Vigyázok rád, és veled leszek majd, amíg csak élsz. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll. Ünnepeljük boldogat a fényes éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll. Gyert a fényben ünnepeljük át az éjszakát. Itt a nap még annyira vártál, a család ma biztos együtt marad. A szeretet itt van, és bekopogtat majd, neked is a szíved ajtaján. Tőlünk ezt a dalt kapod, ha elfogadod, engedj közel. Vigyázz rád, és veled lesz majd, ami csak élsz. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll. Ünnepeljünk boldogat a fényes éjszakán. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll. Fényben ünnepeljük át az éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll. Ünnepeljük boldogan e fényes éjszakát. Szent karácsony eljött, az ég a földre száll. Gyertya a fényben ünnepeljük át az éjszakát. Köszönöm szépen! Elkérlek egy hosszú forró sár.
és húzd nagyon gyorsan rá. Magas rét, tetején, lakik rét, egy rész hajvas legény. A szürke batás, nem bújt égtán, senki más jöhet húsz, jöhet fél. Szalad vártad az ében, várj, hogy fúj a szél. Se sapka, se sár, a jó vörös tőle az orra. Jön a szán, csupa fény, s azután lesz véged a ház tetején. Ó, nagy hihegés, a jel, hogy megjött szürke patás. Mikor elsüt az első hét, újra jégvirág nő az ablakon, szemcsengő hangja szól. És eljön a nap, miről álmodunk, mikor szeretetet kapunk és adhatunk. Szép ünnep, vigyázz rá! Vigyázz rá! Fehér karácsony, úgy látunk rét, a gyertyát gyújtunk a szeretet ünnepét. Száz csillag ég, vágyol a földön, egy darab elkísér, mindjárt elkísér. Mikor esik az első nap, újra jégvirág nő az ablakon, száncsengő. És adhatunk szép ünnep. Vigyázz rá! Vigyázz rá! Fehér karácsony, úgy látunk rét, a gyertyát gyújtunk a szeretet ünnepét. Fehér karácsony, száz csillag ég,
hogy érezzem, nincs is rá szó. Végül a fénybe fő, nagy út a semmiből, de egy nap mindent megkapok én, értem nyúl ki a fény. Szárnyára lesz majd a hívni, szólít egy hang, te is száj, száj. Átölelik mindenet, hisz általuk lettem a sztár fény. Érzem, hogy éget, hogy átjár, így lesz ez már örökké száj. Láthatod majd, csak rám néz, emlékezz rám, amíg ősz. Emlékezz, 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 emlékezz. Szárnyára lesz majd a lévé, szólít egy hang, te is száj, száj. Átölelik mindenemet, hisz általuk lettem a sztár fény. Érzem, hogy éget, hogy átjár, így lesz ez már örökké száj. Láthatod majd, csak rám néz, emlékezz rám, amíg ez. Emlékezz, 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 emlékezz. Emlékezz, 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 emlékezz rám. Emlékezz, 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 emlékezz rám. Fény szegára lesz majd a hírni, szólít egy hang, te is száj, száj. Átölelik minden ember, hisz általuk lettem a sztár fény. Érzem, hogy éget, hogy átjár, így lesz ez már örökké száj. Köszönöm szépen! Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom. Hogy a hang, hogy a fény, hogy a tűz, hogy a hang már nem vigyáz. Egy csehű földre se kell mennünk mindörökre. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulom. Zengő fény ország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, de el nem érem. Ott a tenger, itt az én hajóm. És itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a hang, ami hív, de a jel, ami szól, még nem mond semmit, mert ígérek, s lesz-e út, hogy visszatérjek. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulom. Zengő fény ország, hogy láss csodát egy életen át. Tisztaságát mégsem értem.
életem. Hallom hangjait, de el nem érem. Ott a tenger, itt az én hajom. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmai. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásidőnkbe, a jövő héten, január 15-én újból friss szerkesztett összeállítással várjuk Önöket a képernyő elé, addig is természetesen szokásunkhoz híven szólítom, buzdítom Önöket, hogy keressenek minket a jól megszokott elérhetőségeken, melyet itt a képernyőn feliratoztunk. Hideg napokat élünk, ezt a januári időszakot azt gondolom, hogy túl kell élni, mindenkinek azt kívánom, hogy kellemes, egészségben, sikerekben gazdag, boldog új éve legyen. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!